Üdvözlöm, kedves barátaim! Sokan már hallották, hogy volt különleges ceremónia, avatás, szennyász avatás augusztus végén. Volt közvetítés, több órás, és most összerakjunk számotokra egy ilyen összefoglalót, mi is történt ezen a napon, mert lehet, hogy valaki látta, de nem volt világos, mi történt, vagy azok, akik nem tudták megnézni, mert túl hosszú, akkor azoknak ezért. A szanyászi, ez szat, nyásza, az az, aki lemond az élet anyagi javákról az örök lét miatt, Istenért. És általában a társadalomnak mindig vannak négy szakasz az ember életének, négy szakasza. Van, mikor ember tanuló, utána megházasodik, fenntartja a családját, akkor azután kicsit kijebb lép, átadja a gyerekeknek a mindenféle gondokat, ők csináljanak, és végül védikus rendszerben, ugye ez a harmadik, ez amikor ember inkább lelki életre koncentrál, és akkor a szanyászi, ez a negyedik szakasz, amikor valaki teljesen rábízza magát Istenre, félelem nélkülére válik, és Istenen függ teljes mértékben. Azok a személyek, akik lépnek ebbe a rendbe, ők szolgálnak a Istent szavakkal, testtel és gondolatokkal. És ezek a személyek általában mindenkinek a guru. Ők nem rendelkeznek bankszámlával, nem rendelkeznek házukkal, vagyonokkal, és így tovább, hanem teljes mértékben félelem nélkül ilyen rábíztak magát Istenre, rajta az ők egyén függnek, és az időnek 100%-át fordítják arra, hogy lelki élményeket, lelki szeretetet ébresztenek a szívükbe az Isten iránti viszonyokba. Lehet kérdezni, hát mikor döntöttél, hogy erre szeretnél lépni, hogy szeretnél elfogadni a szanyász rendet? Gyakorlatilag már fiatal koromtól, lehet, hogy valaki fog mondani, most is fiatal vagy, mondhatjuk, még 30 éve ezelőtt már gondoltam ezen, mert bárhogyan is próbáltam, és sikerült is, amikor élveztem a világot, és voltak jó dolgok, csak végső sorban nem láttam, mi az értelme, mert a végén úgyis meghalunk. A védikus szentírások azt mondják, adhata obrahma jigyasu, miután emberi testbe születtél, akkor a kötelességet paradharma kérdezni Isten után, és visszaállítani szeretete kapcsolatodat Istennel, mert te egy lélek vagy, nem vagy ez a test. És ez nagyon tetszett, és ezért a szanyászi, az a személy, aki teljes időben ezt csinálja, hogy gyakorol lelki kapcsolatot Istennel, szolgálja Istent testtel, szavakkal, gondolatokkal. Itt is van egy szimbólum, danda, majd erről kicsit később fogok beszélni, ez is képviseli Visnut, Istent, és ugyanakkor, hogy szolgáljunk Istent testtel, gondolattal, szavakkal. Így már, amikor ezt hallottam rég, akkor én gondoltam, na, itt megtaláltam végül életemnek az értelmét, hogy én lélek vagyok, nem vagyok az a test, és nekem nem kell más csinálnom, és nem csak nekem, a világ összes élőlénynek, mindenkinek, aki a testbe született, emberi testben,
az a kötelessége, hogy létesítsen, állítsan, újra ébreszen fel Isten irányi szeretetet, a viszonyokat Istennel, Krisnával. És ezért én már akartam régóta ezt a szanyászi rendet gyakorolni. Még egy-két gondolat. Tudjátok, hogy van sokféle érzelem az emberben, ebben a világban. Gyakorlatilag ember azért cselekszik, és próbál elérni célukat, hogy élményeket kapjon. De ezek az anyagi élmények sose tudnak tökéletesen elégedetté és boldogat tenni az embert. Viszont a lelki, ami gyakorolnak a szanyászik, és más lelki személyek, nem csak szanyászik, mások is tudnak ezt gyakorolni, akkor ők tudnak tapasztalni eredeti lelki élményeket, ami a lényege a lelki életnek. A nem csak száraz lemondás, hanem, hogyha van neked magasabb rendű íz, param drishtvani vartate, amikor valaki megkapja magasabb rendű ízt, akkor képes lesz elutasítani, nem csak lemondani az anyagi javakról. Az előkészítésékről, mert az avatásra készültünk már előtte egy néhány hónapon keresztül, és ez pedig abból állt, hogy kellett ruhát rendelni, és ruhát Krisna völgyi szövőszéken szőtték, akkor csináltunk a dandát, ugye a tridandi ez a neve, ezeket a szimbólumokat, ami a püspökök szokták vinni Isten szimbólumát, ez is ugyanazt képviseli. A bambuszból készítettünk, nekünk kellett készíteni magunknak. Bizonyos mantrákat kellett mondani, akkor kellett bizonyos helyeken összekötni a bambuszokat, itt négy bot bambusz van, vagy négy bambusz szál van, és akkor ezt készítettünk, utána be kellett tekerni a ruhával, és ugyanakkor még van másféle ceremónia, gyakorlatilag az egész avatás ceremónia általában 3 napos szokott lenni, de mivel mostani körülmények között a barátaink, akik jöttek az ünnepségre, nem tudnak 3 napig részt venni, ezért mi felvettünk, és az avatás napon meg is mutattunk. Volt hajvágás, ez is tisztítja, amikor valaki levágja a haját, főleg a barátaink, aki ugyanúgy szent életű, levágta, az tisztítja a testet, a tudatot, ezért kedvező, hogy a férfiaknak vagy nagyon rövid, vagy nincs hajuk. Aztán fürdést vettünk a Yamunába, a Krisna völgynek a szent folyóban, az egész ceremóniás előkészületek Krisna völgybe történt, mert Krisna völgy az a terület, ahol az emberek a szentírások alapján építenek az életüket. Ezért akik élnek Krisna völgybe, szent életük, és ugyanakkor maga a hely, ahol nem követnek el bűnt, ahol követnek a Bhagavad Gita-t, Bhagavad Gita szerint élnek, az a hely is szent. Ezért fontos volt, hogy az egész avatás és előkészületek Krisna völgy területén zajlanak. Van olyan események, vagy esetek, amikor mennek Indiába, és ottani szent helyeken szanyász avatást kapnak, de mi Krisna völgybe csináltunk, mert ez csodálatos volt. Akkor megfürdöttünk a folyóban, Yamuna szent vizeiben, utána tilakot raktunk, a Vishnu Istennek a szimbólumait, ami ugyanakkor kedvező jelek, tisztítják
a tudatot és a testet. Utána acsmant vettünk, lehetett látni, ahol így csöpögtetjük vizet, és akkor felszípatjuk. Ez hasonló ahhoz, ahogy keresztény templomokban, amikor bemegyünk, akkor bejárat mellett mindig van egy kis tartály, benne van a szent víz, és akkor emberek a szent vízbe mártanak, és akkor keresztet vesznek. Ez is egy acsman féle, ami tisztítja a testet és a tudatot. Ezért mi is acsmant vettünk ezen a napon. Az avatás napon már, akkor már fel volt ajánlva a ruhánk és a dandánk az oltáron Krisnának. Természetesen lelki tanítómesterünk, Srila Sivarama Swami, aki adta nekünk szanyász avatást, ő ajánlotta fel. Nagyon csodálatos hangulat volt. Mindenki mesélte, akik ezen a napon részt vették a ceremónián, majd napig kapok visszajelzéseket, hogy hihetetlen hatásos volt, és hogy megváltozott, hogy hogyan uralkodott a lelki energia ezen a napon egész Krisna területén. Akkor fel volt ajánlva a ruha, a danda Murtiknak, Srila Prabhupádnak, és a Hare Krishna mantra énekléssel és kíséréssel bele sétáltunk a sátorba, ahol a fő ceremónia helyszíne volt, és elején rögtön a brámanák, a papok, akik a tűzáldozatot is végeznek, elkezdtek vibrálni mantrákat, swastit, ami hívja meg a kedvezőséget, és eltávolítja minden, ami kedvezőtlen. Szóval lelki atmoszférát, lelki hangulatot teremtettek a mantra himnuszok zengése által. Om Shanti 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 Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Asya Karmana Punyaham Bhavanto Bhruvantu Am Punyaham Am Punyaham Am Punyaham Om Asya karmana swasti bhavanto bhruvantu ayushmati swasti om swasti om swasti om swasti om asya karmana ritthim bhavanto bhruvantu amrityatam 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 om swasti no govindah swasti no achyutananto Svastino Vasudevo Vishnu Dharatu Svastino Narayano Narovai Svastino Padmanabhah Purushottamo Dadatu Svastino Vishvakseno Vishveshvaraha Svastino Rishikesho Harir Dadatu Svastino Vainateyo Hari Svastino Anjana Suto Hanur Bhagavato Dadatu Swasti swasti sumangalai kesho Mahashi Krishna Satchidananda Ganas Sarveshwareshwaro Dadatu Om Shanti 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 Ezután Krishna tudat hívők, idősebb, tapasztaltabb személyek beszélték rólunk, hogy ők szerintünk miért mi kaphatunk ezt az avatást. Mert általában mostani időszakban bárki interneten kitalálja, hogy ő most lesz egy coach, vagy ő lesz valakinek a gurúja, és akkor lelki tanácsadója, és akkor kezd ezt csinálni. De a mi mozgalomban, Krishna tudatban ez nem így van, hanem ez nem mi magunkat kijelölünk, hanem a lelki tanítómester és a tapasztaltabb, idősebb Vaishnavák vagy Krishna hívők. Ők szokták javasolni, és meséltek a többieknek, hogy ők szerintük miért mi kaphatunk szanyász avatást.
Magyarul mi nem önjelelt szanyászik vagyunk, akik csak így kitaláltunk, és most mi ezekkel váltunk, hanem a magyar Krisna tudatú hívők közössége által, és ugyanakkor, mivel ez egy nemzetközi mozgalom, nemzetközileg is minket megbízták ezzel, adták a bizalmat, hogy mi szolgáljunk mindenkit, a Krisna hívőket és minden más embert ebben a státuszában, mint szanyászik. Hogyan szolgáljunk? A testünkkel, a szavakkal és a gondolatunkkal. Utána elmentünk átöltözni. Volt egy kis szünet, és felvettünk szanyászi ruhát. A Srila Sivarama Maharaj, ő megtanította, hogy kell felvenni egy ilyen ruhát. És szünet után már új ruhába megint Hare Krishna éneklése és a kísérők segítségével visszajöttünk a helyszínre, ahol Srila Sivarama Swami Maharaj tartotta egy leckét. Természetesen, hogyha valaki kíváncsi, mit beszéltek rólunk, milyen leckét tartotta, meg tudtok nézni ezt az egész verziót a YouTube-on, csatornámon. A lecke végén kaptunk avatást. Srila Sivarama Maharaj adta a dandát nekünk, adta Gayatri mantrát, szanyásziknak a mantráját, ami elmébe kell vibrálni naponta háromszor, és nevet, lelki neveket adott. Az én nevem volt Bhaktipad Das, és most Goswami lett a nevem, és most úgy hangzik, hogy Bhaktipad Goswami Maharaj is szokták mondani. Ahogy csak megkaptunk a nevet, azonnal meg kellett ezt erősíteni, mint hogy a szerződés egy tűzáldozattal, kedvező tűzáldozattal, és kellett ajánlani Istennek, akit képviselte a tűz, ami én mondjuk, hogy mantrákkal segítségével, Isten volt meghívva a tűzbe, volt ajánlva ghee, tisztított vaj, és gabona, és mantrák segítségével imádtunk Istent, szolgáltunk Istent, hogy ez az eskü, az legyen lelki erő benne, és a ceremónia adjon az áldást, és tudjunk ezt gyakorolni. Hari Természetesen kicsit korábban az összes személy, aki ott volt a sátorban, mindenki adta az áldását nekünk. Ez is fontos volt. Általában az ember akkor képes valamit megcsinálni, vagy elérni, vagy eredményes lenni, hogyha többség adja az áldását.
És ez egy fontos, enélkül mi nem tudjunk lenni szanyászik, hogyha nem kapunk mindenkinek az áldását. A tűzáldozat végén körbe sétáltak a tüzet 7-szer, és utána mi is pár szót beszéltünk. Ahogy befejeztünk rövid mondani valunkat, akkor együtt az egész Krisna hívő közösséggel énekelve, táncolva elsétáltunk megint a Yamuna, a Szent folyó partjára, ahol csodálatos ceremónia volt, és így végül vége lett az avatásnak. Szanyászi rendben léptünk, ez azt jelenti, hogy szerzetes, remete, hogyha tudok valakinek segíteni, akkor nagyon szívesen. Természetesen ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, lájkolni a videót és megnyomni a csengő gombot. Köszönöm szépen, Hare Krishna!